nagyjából a járványveszélyhelyzet kihirdetése óta gondolkodtunk azon, hogy milyen programmal érdemes készülnünk, vagy milyen programmal lenne érdemes készülnünk, ami egy picit kihasználja az izoláció élményének a megtapasztalását, vagy egy kicsit a művészeti értelmet feldolgozását. Ugye számos kísérlet született arra, vagy indult el, ami megpróbálja valamilyen módon az egyébként hétköznapokban gyakorolt élettevékenységeket átmenteni az internetre, és valamilyen módon így a karantén idején is gyakorolni ezeket. Van most már online felolvasókör, van most már online színház. Ezeknek a művészeti értékéről azért nekem van egy némi szkepszisem, de nyilvánvaló, hogy mindannyian próbálkozunk azzal, hogy valamilyen módon adaptálódjunk ez az új helyzethez. Hosszú hetek gondolkodása után jutottunk el végre arra a döntésre egy kedves barátommal, Sipos Balázsral, akit mindjárt fogunk majd kapcsolni, hogy itt az ideje annak, hogy azt az Opus Magnumot, amit David Foster Wallace végtelen tréfája jelent, azt végre elolvassam én, mégpedig úgy, hogy veletek együtt, nézőkkel együtt. Nevezetesen ez egy 1100 oldalas regény, hogy miért fontos, azt majd mindjárt elmondjuk, vagy pontosabban Balázs fog majd róla beszélni. És az a terv, hogy 20 héten keresztül, nagyjából 20 héten keresztül, ilyen 50-70 oldalnyi adagokba szétadagolva fogjuk átrágni magunkat a regényen, és minden héten beszélünk a éppen aktuális adagról, és Balázs segítségével remélhetőleg olyan vezetőt kapunk, aki az esetlegesen adódó nehézségeken is könnyedén átkalózol minket. De hogy miért érdekes ez a kötet, miért passzolhat a járvány jelentette izolációs élmény feldolgozásához nagyon adekvát módon, és hogy egyáltalán hogy vetemedett Balázs arra, mert hogy ő a kötet egyik fordítója, hogy a 20. századi, késő 20. századi amerikai kortárs irodalom egyik legfontosabb darabját fordítsa le. Nos, ezekről is fogunk most vele beszélgetni. Szervusz Balázs, elvileg most már itt vagy a vonalban, üdvözöllek. Sziasztok, igen, itt vagyok. Hello. Szóval megpróbáltam elmakogni azt, hogy miért is gondoltam azt, hogy érdemes lenne most neki feküdni a végtelen tréfának. Ez ugye nagyjából, ha jól mondom, 2 éve jelent meg magyar nyelven. Röviden kérlek, mondd el, hogy hogy találkoztál te ezzel a kötettel, és miért érezted fontosnak azt, hogy ezt magyar nyelvre átültesd a fordító társadal Kemény Lilivel? Igen. Ezzel a könyvvel akkor találkoztam, amikor a szerzője öngyilkos lett, 2006-ban, azt hiszem, 2006-ban vagy 2007-ben, rögtön ellenőrzöm, 2008-ban, igen, mégpedig egy Rolling Stone magazinnak köszönhetően, aminek az Obama volt a címlapján, de ami tartalmazott egy nagyon hosszú nekrológot David Foster Wallace-ról, és ezt a nekrológot én Törökországból hazautazva egy repülőúton körülbelül 2,5 órán keresztül olvastam, mert nagyon nehéz volt az akkori angol tudásomhoz mértelen nyelve, viszont teljesen fellelkesített, és egyből kijelölte az irányt, hogy most itt rohamléptekben meg kell tanulni angolul, és meg kell próbálni elolvasni ezt a regényét David Foster Wallace-nak, ami 96-ban jelent meg egyébként, és ami az ő első igazán nagy dobása volt az amerikai irodalomban, aztán jöttek még későbbi fontos esszékötetei és novellás kötetei, illetve befejezetlenül hagyott egy regényt, de azt hiszem, hogy ez a legmaradandóbb irodalmi alkotása az ő pályafutásának. Szóval így találkoztam vele, és körülbelül fél évtizeddel később olvastam el, mint hogy ezt a nekrológot olvastam, mert tényleg nagyon nehéz volt a számomra. Viszont ahogyan végig küzdöttem magam rajta, mondjuk 2012-2013 nyarán, valamelyik a kettő közül, akkor ez egy olyan elementáris élmény volt, hogy teljesen világos volt a számomra, hogy ezzel valamit szeretnék még csinálni, nem szeretném, hogy ennyiben maradjon az élmény, hogy egy hónapot együtt töltöttem ezzel a szöveggel, hanem valahogyan még mélyebben bele szeretnék költözni, még mélyebben meg szeretném érteni, valamilyen szempontból pedig újra szeretném konstruálni a saját nyelvemet, lefordítani a saját nyelvemre. Ez nem feltétlenül jelenteni azt, hogy le is kell effektíve fordítani a könyvet, tehát lehetett volna egyszerűen írni róla, vagy adaptálni valamilyen más művészeti formában, de néhány évnyi töprengés után, illetve azután, hogy Kemény Lili is elolvasta, akivel együtt fordítottuk utóbb,
és rá is nagyon elementáris hatást tett. Úgy döntöttünk, talán utólag visszatekintve kicsi hirtelen felindulásból, hogy erre a szövegre együtt is hajlandóak vagyunk rászánni egy másfél, akár két évet is az életünkből. Aztán 3 év lett belőle, és majdnem belehaltunk, de hát nehéz lenne most így visszatekintve azt mondani, hogy ne érte volna meg. Mielőtt tovább megyünk, készültünk több olyan részlettel, amelyen maga a szerző beszélt különböző interjúhelyzetekben vagy konferenciahelyzetekben, és kezdjük el az első ilyen részletnek a megtekintését most, és aztán folytassuk majd a beszélgetést. Ez azért fontos, mert ugye a nagyregény olvasás, ami nagyregény most nem esztétikai értékítélet, hanem kifejezetten csak a terjedelemre vonatkozik, tehát hogy átadni magadat hosszú időre egy regénynek és egy szerzőnek, az nyilván egyfajta izolációt jelent, ami most egy alapvető élmény, amikor járványidőben mindenkinek korlátoznia kell a szabad mozgását, meg általában a társasági érintkezéseit. És hogy ebben a szövegrészletben nagyon érdekesen utal arra a maga a szerző válasz, hogy mit jelent mondjuk elmenni egy olyan országba, ahol nem beszéled a nyelvet, nem tudsz beszélgetni az emberekkel, akik ott élnek, mert ők nem feltétlenül beszélik a te nyelvedet. Ráadásul először volt akkor külföldön, hogyha jól mondom, életében először, ez Olaszország volt. És ezt hallgassuk meg őt, és aztán beszélgessünk arról, hogy pontosan mik az esetleges analógiák az ő akkori élménye és a mi mostani karantén élményünk között. Kérem a bejátszást. Everything that is a failure is always a victory. Unlike the other writers who come here, I have not traveled very much. This is my first time in a foreign country where I speak none of the language and where I so don't understand the language that it sounds like music to me. I can't tell where one word, and it doesn't stick in my brain very well. What I've, in many ways, I've been here a week, I am a failure at Italian. It's very difficult and it's very, in many ways, humiliating to be in a country that isn't mine and to be reduced really to the status of a baby. People all around me are talking with great animation about things that I do. It's not like I don't totally understand. I don't understand at all what they're talking about. In order to have the simplest interaction, I'm... Hello! Okay. Three aqua. I mean, it's very, right? It's very humbling. One feels like a failure, yes? On the other hand, what I've noticed is it's also good in a very profound way. What I've noticed here is how very kind and patient the Italians here are when someone... I'm very conscious of the image of the ugly American who comes in and where's the McDonald's and why don't y'all speak English and all that kind of, right? So I'm very, I've got none of those feelings from the Italians, and I've also noticed that I pay much more attention to people's faces and emotional cues, and that much like a child, I am sensitive and attuned to things that when I'm home and immersed in English, I'm living only linguistically, and like, oh yeah, three waters, hey, what is going to do? You know, it's all so fast. So it's painful to be here, but it's also good. Balázs, ez mikor készült ez a felvétel, és miért éreztétek fontosnak annak idején, hogy ezt lefordítsátok? Mert ugye ezek a felvételek, ezek mind a jelenkor tulajdonában állnak, vagy hát köszönjük nekik, hogy használhatjuk őket, és ők fordították le magyar nyelvre. Miért választottátok ki pont ezt a részletet választól? Igen, ez a felvétel, meg az összes többi, amiket még be fogunk játszani, mind a könyvbemutatón kerültek bejátszásra először, ahhoz fordították le a jelenkorosok. Nehéz megmondani, hogy pontosan mit láttunk meg ebben a videóban, de talán azt mondanám, az, ami nagyon-nagyon szimpatikus a Balázsban, és ami szerintem ezen a videón keresztül is átjön, hogy mennyire törekszik arra, hogy pontosan fejezze ki magát, mennyire törekszik arra, hogy meg lehessen érteni azt, amit ő artikulálni szeretne, és ez csak még erősebben látszik ebben a helyzetben, ahol éppen arról beszél, hogy milyen kínt okoz neki az, hogyha nem képes magát egyáltalán megértetni nyelvileg, ugye egy idegen nyelvi közegben. És látszik, hogy milyen minuciózus figyelemmel
válogatja meg a szavait, hogy a közönsége, aki valószínűleg fele részben, vagy akár háromnegyed részben olaszokból áll, az pontosan, világosan megértse azt a nyelvi zavart, vagy azt a nagyon nehéz nyelvi szituációt, amiben ő van, megfosztva a direkt közvetlen kommunikációnak a lehetőségétől. És talán még az volt nekünk, a számunkra fontos ebben a kis bejátszásban, hogy nem egyszerűen arról beszél, hogy ő maga nem tudja magát kifejezni vagy megértetni, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy nem érti, amit körülötte mondanak, nem érti a másik embert vagy a többi embereket ennek a kiszolgáltatottságáról, vagy ennek a gátnak, ennek a többiektől való megfosztatásnak a kínjáról beszél a maga humoros, mégis azt hiszem, hogy elég világos vagy kristálytiszta módján. És ez valóban nagyon erősen kapcsolódik szerintem az izolációnak a kérdéséhez. A végtelen tréfa, ez talán bombasztikusan hangzik, de az izolációnak, vagy a lelki és fizikai karanténoknak a nagy könyve többek között. Mivel irodalomról van szó, nyelvről van szó, ezért ezek a karanténok itt mindig nagyon nyelvi természetű karanténokként ábrázoltatnak, akkor is, hogyha bizonyos karaktereket fizikai korlátok választanak el a többi emberrel való kapcsolatba lépéstől, legyenek azok a fizikai korlátok effektíve valahova való bezártság, vagy legyenek, mint legtöbbször, valamilyen függőség, kábítószerfüggőség, vagy szórakoztatóipar függőség, legyenek akár az életvezetésükből adódó gátak, ami miatt nem tudnak a többi emberrel kapcsolatba lépni, de legyenek egyben mindenféle lelki gátak, depresszió, vagy magány, vagy esetleg durvább patológiák. Szinte az összes történet, és van ebben a könyvben több száz szereplőnek több száz története, szinte az összes arról szól, hogy mi okozhatja, hogy annak ellenére, hogy a századvégi Amerikában minden gazdasági és politikai feltétel elvileg adva van ahhoz, hogy az emberek együtt legyenek, és boldogok legyenek, és ne válassza el őket egymástól semmiféle külső kényszer, zsarnokság vagy ilyesmi. Ennek ellenére nem boldogok, hanem rohadtul magányosak. Mik ezek a karanténok, mi a természetük, és hogyan lehet őket áttörni, hogyan lehet belőlük kitörni. Egy zárójelben ahhoz, amit mondtam, meg szeretném jegyezni, hogy az azért innen Kelet-Európából különösen erősen látszik, hogy Balázs is, és szerintem ez a videó is ezt valamennyire alátámasztja, hogy Balázs egy középosztálybeli fehér Amerikát ábrázol elsősorban, abból is főleg a férfiakat ábrázolja. Ebben a több száz szereplőben, akik ebben a regényben felbukkannak, van néhány nő is, de nem túl sok, van néhány fekete is, de nem túl sok, más etnikum nem igazán jelenik meg, és hát szóval, hogy ezt hozzá kell tenni, vagy hozzá kell érteni, hogy ő valóban a saját személyiségtípusának és társadalmi osztályának és műveltségének a problémáit írta meg, és arra próbált valamiféle gyógymódot vagy terápiát találni. Tehát a fehér középosztálybeli fiatal amerikai férfiaknak, most itt az amerikai az talán mellékes, az ő izolációjuknak a nagy könyvét, és annak az izolációnak a feloldásának a lehetőségeit próbálta meg végigírni, vagy végig gondolni. Nézzük meg most a második videót, mert szerintem ott több olyan analógiára lesz lehetőség, ami a kortárs magyar olvasókhoz még erőteljesebben szólhat az előzőeken túl. Nézzük most meg ezt, és akkor utána beszélgessünk erről. The idea that America is one great big shopping mall, and that all anyone wants to do is, you know, grasp their credit card and run out and buy stuff, is a stereotype and it's a generalization. But as a way to summarize a certain kind of ethos in the U.S., it's pretty accurate. Language like that, the wounded inner child, the inner pain, is part of a kind of pop psychological movement
in the United States that is a sort of popular Freudianism that has its own paradox, which is that the more we're taught to list and resent the things of which we were deprived as children, the more we live in that anger and frustration, and the more we remain children. For young people in America, there are very mixed messages from the culture. There's a streak of moralism in American life that extols the virtues of being grown up and having a family and being a responsible citizen. But there's also the sense of do what you want, gratify your appetites, because when I'm a corporation, appealing to the parts of you that are selfish and self-centered and want to have fun all the time is the best way to sell you things, right? American economic and cultural systems that work very well in terms of selling people products and keeping the economy thriving do not work as well when it comes to educating children or helping us help each other know how to live and to be happy. If that word means anything, clearly it means something different from whatever I want to do. I want to take this cup and throw it right now. I have every right to. I should. We see it with children. That's not happiness. That feeling of having to obey every impulse and gratify every desire is, it seems to me to be a strange kind of slavery. Nobody talks about it as such, though. It talks about the freedom of choice and you have the right to have things and spend this much money and you can have this stuff. Ugye az előbb látott videóbejátszásban arról beszélt alapvetően Wallace, hogy az USA-ról érlő kulturális sztereotípiák mennyiben önbeteljesítőek, és ugye tematizálja ezt az egész választás szabadságának kultuszát és önellentmondását, ami nyilvánvalóan egyébként része a magyar közbeszédnek is, hogyha Amerikáról beszélünk, de itt most egy olyan kötetről van szó, ami a 90-es évek végén jelezte már előre ezt a problémát. Mennyiben, most nem biztos, hogy megfelelő a szóhasználat, de mennyiben profetikus ilyen értelemben Wallace, és mennyiben központi problémája ez a kötet? Volt neki egy nagyon nagy vitája a posztmodern irodalommal. Ez a 70-es, 80-as évek amerikai irodalmát meghatározó irányzat volt. Thomas Pynchont vagy Don DeLillo-t szokták ennek az irányzatnak a legfőbb képviselőjeként említeni. Tőlük egyébként szintén olvashatók magyarul regények. Wallace-nak a legfőbb problémája az volt, hogy ez az avantgárd irányzat olyan mértékű önreflektáltságot, és vele együtt iróniát, és vele együtt cinizmust szabadította a kultúrára, amit aztán a szórakoztatóipar, tehát a kultúrának egy másik rétege, egy több emberhez elérő populáris rétege kisajátított vagy átvett, és széles körben elterjesztett. Tehát az, ami a 60-as, 70-es években avantgárd volt, vagy kritikai volt, a rendszernek a kigúnyolására szolgált, az hirtelen mainstreammé vált, ez nagyjából ugyanaz a folyamat, mint amit a Kapitalizmus új szellemisége című híres könyvben a Boltanskijék leírnak. Ezt a történetet abból az irányból ismerjük mi Európában, hogy 68-nak a szellemiségét a kapitalizmus a 80-as, 90-es évekbeli átkódolással, a kalifornializációval, vagy a szilikonvölgyi kapitalizmussal, ezzel az egész hip menő kapitalizmussal, a vállalkozói kapitalizmussal kisajátított, vagy átvett. Nagyjából ezt írja le Wallace itt a 90-es években a posztmodern irodalommal való saját kritikus viszonyaként. Hogy tehát azt, hogy most egy igazán úttörő, vagy kritikus, vagy kritikai, vagy avantgárd irodalomnak, nem gúnyosnak, ironikusnak, individualistának kell lennie, hanem arra kell kísérletet tennie, hogy valamiképpen szentimentális legyen. Szentimentális abban az értelemben, hogy megpróbálja ábrázolni, hogy hozzásegítse az olvasóját ahhoz, hogy valamiféle
közösségi élményt éljen meg, mint empátiát, mint a megírt figurákkal való azonosulást, vagy a megírt figuráknak a problémáiba való behelyezkedést. Ez egy szocializációs problémaként jelenik meg a válasz számára, és erre a szocializációs nehézségre, nevezetesen, hogy empatizáljunk a másik emberrel, vagy a többi emberrel, erre próbál mindenféle technikákat, stratégiákat mutatni ebben a regényben. Ehhez azt érdemes tudni, hogy a regénynek a legtöbb történetszála valamilyen intézményben játszódik, egy teniszakadémián, vagy egy kábítószer elvonó központban, vagy egy politikai sejtnek, egy terrorszervezetnek az intézményében, vagy akár csak olyan mikrointézményekben, mint egy-egy család. És mindenhol az a probléma, hogy az a figura, akin keresztül bekerülünk ebbe az intézménybe, az képtelen valódi kötelékeket alakítani ki azokkal, akik körülötte vannak. Ennek a képtelenségnek, vagy az erre a társadalmiasulásra való képtelenségnek az oka általában valamiféle patológia, de ezeknek a patológiáknak az eredete a személyiségkultuszban gyökerezik. Mert hogy ezzel az egész posztmodern, ironikus, gúnyos attitűddel szemben az alapvető probléma az, hogy minden egoizmusával együtt ez egy nagyon infantilis attitűd. Egy nagyon gyermeteg attitűd, ami általában Wallace szerint az örömszerzésre, vagy a gyönyörként értett boldogságnak a megszerzésére vonatkozik. Ez az infantilizmus az, amit itt a belső gyermeknek a pop pszichológiai vagy self-helpes metaforája jelképez ebben a videóbejátszásban. Ez a belső gyermek, vagy ez az infantilizmus lenne az ehhez való ragaszkodás lenne az, ami a depressziónak, a magánynak, az izolációnak, vagy mindenféle fizikai és lelki karanténoknak a kiváltója. És a regénynek a nagy tétje, hogy az abban a sok-sok intézményben, amiben a karakterek vannak, igazából az, hogy hogyan képesek legyűrni a saját egoizmusokat, a saját egocentrizmusukat, a saját gyönyörhajhászásukat, amit a különállásuk, kiválóságuknak a fogalataként értenek, hogyan képesek ezeket legyűrni, és hogyan képesek bizonyos értelemben föladni a saját személyiségüket, és így részévé válni annak a közösségnek, amibe tartoznak. Két kérdés, mert ez szerintem nagyon érdekes, pláne a magyar belpolitikát szemlélők számára szerintem nagyon sok azonosság vagy párhuzam húzható abban, amit elmondtál, és amit Wallace kritizál, és abban, amit mondjuk adott esetben a kormányzat kritizál, hogy általában az alatt, amit ő liberalizmusnak ért. Tehát kérlek, mesélj picit arról egyrészt, hogy miben különbözik Wallace-nak a kritikája attól a mainstream politikai jobboldali kritikától, ami úgy általánosságban véve a liberalizmussal szemben megfogalmazódik, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy ugye ez egy 90-es évek végig kötet, aminek én nem olvastam, de ismerem valamelyest a kritikáit, vagy azt a recenzió irodalmát, ami elhelyezi őt a kortárs irodalmi életben, és ugye ezt a kötetet úgy szokás tételezni, hogy ez a késői kapitalizmus egyik legfontosabb kritikai darabja. Azok a megállapítások, vagy azok a következtetések, azok a szándékok, amik megfogalmazódnak a kötetben válaszon keresztül, ezek mennyiben tekinthetőek mainstreamnek manapság már? Tehát lesz-e mondjuk a kortárs olvasó számára olyan szempont, amivel ő még nem találkozott, hogyha egyébként követi az erről szóló diskurzus? Tehát, hogy egy 20 éves megkésettséggel olvasva most ezt a kötetet, nem lesz-e kicsit az az érzése, vagy hogy nem lesz az az érzése az olvasónak, hogy értem, de hát ezt már tudtam? Igen. Először a második kérdésre válaszolok. A kötet 15-20 évvel a jövőben játszódik, tehát tulajdonképpen éppen napjainkban. És nagyon sok ponton eljátszik Wallace azzal, hogy a technikai vagy technológiai fejlődés próbálja meg valahogyan így előre kalkulálni, vagy előrejelezni. És nagyon mulatságos módon például a Videofon nevű dolog,
egy ilyen eljövendő találmányként jelenik meg a könyvben. Tehát éppen az a szerkezet, amin keresztül most mi is itt kommunikálunk, ez 96-ban még egy ilyen a közeljövőnek az utópiájaként jelent meg. Ezzel nagyon kritikus egyébként válasz, mint a legtöbb ilyen technológiai fejlesztéssel szemben. Megelőlegezi a netes streaminget is, illetve azt, hogy a tévé az valamiképp el fog tűnni, és fel fogja váltani egy elvileg személyes választáson alapuló tartalomszolgáltatói modell. Ennek is, mint a Videofonnak, elég kemény és szerintem megfontolandó kritikáját nyújtja. Amennyiben arra világít rá, amire azóta egyébként sokan rávilágítottak, hogy itt a választás szabadsága az valójában ugyanolyan korlátozott, mint hogyha az ember televíziót nézne, hiszen egy nagyon könnyen körülhatárolható ízlés alapján van mondjuk egy Netflixnek a programja összeállítva. Ez az egyik kritikája a Wallace-nak ezekkel az eljövendő technikai fejlesztésekkel szemben, a másik pedig megint az izolálás, mert tulajdonképpen a regényben a legerősebb rémkép az az, hogy egy olyan társadalom fog kialakulni, ahol majd már ki se kell lépnie az embernek a lakásából ahhoz, hogy elvileg kommunikálhasson a többiekkel, illetve irdatlan, bődületes mennyiségű tartalmat fogyasszon, és hatalmas gyönyöröket éljen meg ezeket a audiovizuális tartalmakat elfogyasztva, harmadrészt pedig természetesen élelmiszert is rendelhessen majd a lakásába, mindenki belezárva a maga kis cellájába, és teljesen elsatnyul mindenféle társadalmi asulási készsége. Ez a fő rémkép, ez nagyon sok történetszálon megjelenik, és hát igyekszik, hát azokat a patológiákat igyekszik feltárni, amit majd ez a típusú izoláció jelent, illetve hát arra kifejleszteni módozatokat, hogy ha és amennyiben valóban ilyen irányt vesz a technológiai fejlődés, illetve a kapitalizmus valóban ezeket az eszközöket fogja majd szétterjeszteni, ezekre az eszközökre fogunk vágyni, és azokra a tartalmakra, és azokra az életformákra, amiket ezek az eszközök lehetővé tesznek, akkor milyen lehetőségünk lesz arra, hogy hogy a közösségi esülésnek, vagy az együttlétnek az úgymond hagyományos fizikai húsvér formáit is mégis valahogyan meg tudjuk majd még élni, vagy hogy ne satnyuljanak el teljesen azok a szociális szerveink, amik a másik emberrel való kapcsolatba lépéshez szükségesek. Tehát ennyiben... Az is borzasztó izgalmas, ne arra, hogy közbevágok, de hogy szerintem azért is borzasztó izgalmas, és nekem ez a legnagyobb kérdőjelem a regénnyel kapcsolatban, és ez igaz a legjobban benne, hogy ami most így a járvány idején, az önkéntes karantén idején, a szociális érintkezések korlátozása idején egy ilyen revelatív élmény, hogy egyébként mennyire szűkös is az az élettér, és azok az eszközök meg kapcsolódási pontok, amelyeken keresztül egyáltalán intézzük a hétköznapi életünket, hogy ez egyébként mennyire determinált az egész kapitalista termelési rendszerben, és hogy a járványveszélyhelyzet mennyire felerősíti ezeket a determinációkat, és mennyire leszűkíti azt. Tehát, hogy ami most leszűkítésnek élünk meg, az, hogy valójában egyébként a karantén nélkül is milyen szélsőségesen megfoszt minket azoktól a természetes kapcsolódási pontoktól, amelyek egyébként rendelkezésünkre is állhatnának, csak egyszerűen nincsenek. Tehát, hogy nyilván karantén nélkül is nagyon nehéz, ahogy mondjuk felosztod a Netflix példáját, hozzáférni mondjuk a 20. századi filmtermés egy csomó alkotásához, egyáltalán tudni róluk, hogy ezek léteznek, de pláne amikor járványveszélyhelyzet van, akkor végképp ezek a csatornák válnak a kizárólagos kulturálódási, művelődési, szórakozási lehetőségekké, és egyszerűen nincs is semmi más, amin keresztül bármilyen módon tudnánk ilyenkor bármifajta alternatív kikapcsolódási vagy művelődési lehetőséget szerezni. Tehát, hogy milyen érdekes ez a járvány idején, és éppen a szempontból van szerintem érdekes összefüggés a regénye, vagy legalábbis nekem ez a feltételezésem, hogy itt ez a fajta önvizsgálatnak lehet egy ilyen izgalmas eszköze mindaz, amit a Wallace beleírt ebbe a kötetbe. Igen, ezzel maximálisan egyetértek. Hát és az is nagyon föltűnő, hogy az a kulturális tartalom, amihez hozzáférésünk nyílik itt
járvány idején, hogyha ráhagyatkozunk azokra a csatornákra, amiket az arcunkba tolnak mindazok az oldalak és eszközök, amikhez hozzáférésünk van. Ha rájuk hagyatkozunk, akkor milyen kevés segítséget nyújtanak valóban arra, hogy reflektáljuk magát a helyzetünket. Tehát a legtöbb ilyen tartalom, vagy a teljes kikapcsolódást és a teljes fejünk teljes homokba dugását segíti elő, vagy pedig nagyon, hogy mondjam, ilyen katasztrofikus módon mutatja be egy-egy járványnak a lefolyását, és semmiféle lehetőséget nem biztosít arra, hogy ellenálljunk a teljes kiszolgáltatottság és tehetetlenség érzésnek. És tehát, hogy mint ahogyan ezek a mindenféle ilyen katasztrofikus járványfilmek mutatják. Igen, ez a másik alapvető élmény, hogy ugye azért csodálatos, perverz módon csodálatos ez a koronavírus járvány, mert hogy egyrészt egyáltalán nem azokat a képzeteket erősíti meg, amiket a különböző ilyen katasztrófa filmekből, vagy ilyesfajta alkotásokból indoktrináltak belénk az elmúlt évtizedekben. Tehát itt semmifajta, tehát így vannak látványos megmutatkozásai, de még pont Magyarországon épp az a lényeg, hogy így nem nagyon lehet látni, hogy a veszély mekkora. Nagyon komoly képzelőerő kell ahhoz, hogy ezt tudatosítsuk magunkból, hogy egyébként mit jelent az, hogy ez közöttünk járkál, és egyáltalán nem analóg azokkal az élményekkel, amiket egyébként a különböző ilyen blockbusterekből szereztünk, vagy sajátítottunk el. Tehát, hogy itt gyakorlatilag teljesen újra kell alkotnunk azt a képzeletet is, ami alapján elképzeljük azt, hogy leírjuk magunknak azt, hogy mi az a helyzet, amiben benne vagyunk, és ami alapján egyébként a megoldási lehetőségeket is el vagyunk képesek képzelni. Szóval szerintem izgalmas lesz, ezért nagyon várom már, hogy mit fogunk tudni kiolvasni a válaszból. És bocsánat, egy kicsit most belét folytom a szót, de ugorjunk át a harmadik bejátszóra, mert szerintem ott van egy nagyon érdekes kapcsolódási pont mindehhez, hogy mit jelent, hogy miért megkülönböztetett örömforrás az olvasás, és hogy miért érdemes elolvasni, és nem csak meghallgatni mondjuk a beszélgetést a kötetről, tehát hogy mi az a megkülönböztetett élmény, amit maga a művel való közvetlen kapcsolat jelenthet, szemben azzal, mint hogyha mondjuk valaki végighallgatja majd ezt a videósorozatot. Úgyhogy nézzük meg ezt a bejátszást, és akkor utána folytassuk a beszélgetést. Fiction for me, mostly as a reader, is a very weird double-edged sword. On the one hand, it can be difficult, and it can be redemptive, and morally instructive, and all the good stuff we learn in school. On the other hand, it's supposed to be fun. It is a lot of fun, and what drew me into writing was mostly memories of really fun rainy afternoons spent with a book. It was a kind of a relationship. I think part of the fun for me was being part of some kind of exchange between consciousnesses, a way for human beings to talk to each other about stuff that we normally can't talk about. Like we're sure not going to be able to talk about this stuff here, you know. The thing that interests me in a lot of the stuff I think that I do has to do with, I think, a lot commercial entertainment, its efficiency, its sheer ability to deliver pleasure in large doses changes people's relationship to art and entertainment. It changes what an audience is looking for. I would argue it changes us in deeper ways than that. And that some of the ways that commercial culture and commercial entertainment affects human beings is one of the things that I sort of think serious or arty fiction ought to be doing right now. Ugye az előzőekben arról beszélt válasz alapvetően, hogy miért megkülönböztetett örömforrás az olvasás, mi az a speciális viszony, ami az olvasás révén kialakulhat az olvasó és az író között. És itt szerintem egy fontos kérdés most karantén idején, hogy mi az az élmény szerinted, amit megkülönböztetetten szerezhetünk, hogyha olvasásra, kifejezetten a végtelen tréfa elolvasására szánjuk az időnket és a figyelmünket, szemben, ha mondjuk adott esetben binge-watchingolunk különböző sorozatokat vagy filmeket. Az olvasás az magában egy nagyon zárt és izolált tevékenységi forma, viszont szemben a binge-watchingolással és az egyéb ilyen popkulturális tartalmaknak a fogyasztásával egy sokkal figyelmesebb állapot, én azt gondolom. Wallace ebben az interjú részletben megkülönbözteti a fun-t és a pleasure-t egymástól. Azt mondja, hogy az olvasás legyen fun, legyen szórakoztató, de és persze legyen pleasurable is, legyen gyönyörteli, okozzon örömöt is, de ne ez legyen a fő célja, hanem a fő célja az legyen, hogy valamiképp megtanuljunk figyelni a másik emberre, vagy mint olvasáskor mindig, megtanulni figyelni a másik embernek a nyelvére.
ennél a regénynél ez nem azt jelenti, hogy David Foster Wallace-nak a nyelvére tanulunk megfigyelni, hanem azt jelenti, hogy annak a körülbelül 150-200 figurának a nyelvére tanulunk megfigyelni, akik ebben a regényben feltűnnek. Az összes ilyen figurát Wallace nagyon sajátos nyelven, és ezeknek a nyelveknek a bemutatásával sajátos problémák kötegeként ábrázolja. Kicsit hasonlóan Wittgensteinhez, az analitikus filozófushoz, aki Wallacehoz nagyon közel állt, aki nagyon fontos volt a számára, aki ugye azt mondta, hogy minden filozófiai probléma alapvetően nyelvi probléma. Ugye ebben a regényben a legtöbb izoláltsági patológia azok tulajdonképpen nyelvi problémákként jelennek meg, olyan nyelvi problémákként, amik ilyen spirálokat hoznak létre a figurák körül, olyan spirálokat, amik szolipszistává, vagyis önmagukból kiszabadulni nem tudó, önmagukra zárt patológikus figurákká teszi őket. Ezeket a nyelvi problémákat mindenféle nagyon szellemes és nagyon ötletes történetek kialakítva mutatja be az Infinite Jest, a végtelen tréfa, óriási mennyiségben, nagyon sok különböző történetet, nagyon sok különböző nyelven, de alapvetően azt hiszem, hogy aki végigolvassa ezt a könyvet, az elsősorban abban nyer valamiféle útmutatást, hogy ezeket a különböző nyelvi természetű patológiákat hogyan ismerjük föl, és a másik ember problémájaként, de akár a saját problémánkként, és milyen módokon tudunk rájuk akár társadalmi, közösségi szinten segítséget kapni, vagy segítséget találni rájuk, akár pedig úgy, hogy magát a fikciót olvasva mi magunk végig gondoljuk, és mi magunk rá ismerjünk arra, hogy ez meg ez a problémám valójában ilyen hibás következtetések, vagy ilyen hibás ideológiai beállítódásoknak a folyamányai. Ez egy nagy terapeutikus könyv, egy nagy moralistának a nagy terapeutikus könyve, és én biztos vagyok abban, hogy olyan enciklopédiája a kortárs patológiáinknak, a kommunikációnak, vagy az együttérzésnek, az együttérzés nehézségeinek olyan enciklopédiája, hogy mindenki fog találni benne a saját patológiáihoz illő patológiát, és a saját patológiáit talán megoldó történetszállat. Rettenetes lett, ahogyan befejeztem Marci ezt a izét. Szerintem, sőt, igazából engem ezzel győztél meg a legjobban, tehát eddig is volt szándékom elolvasni a regényt, de most aztán még inkább az lett. Nyilván egyébként még ezt ide akarom tenni a végére, tehát hogy nyilván amiről mi beszélünk most, ez azért alapvetően egy elég erőteljesen osztálydeterminált tevékenység, nevezetesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon aztán pláne kell hozzá egy felső középosztálybeli státusz, hogy valaki azt mondhassa, hogy a járvány idején a karanténban, eleve vagy önkéntes karanténban vonul, de pláne az, hogy mondjuk odaadja magát egy 1100 oldalas regénynek a következő 20 hétben, de ez talán azon kivételes helyzetek egyike, amikor, hogyha valaki rendelkezik ezzel a privilégiummal, akkor használhatja mondjuk erre, és az ezen keresztül tett felfedezéseket esetleg kamatoztathatja majd úgy a hétköznapjaiban, hogy esetleg az ő, és tetszett, hogy a szolidaritás helyett együttérzést használtál, talán kifejezőbb, mert a szolidaritás egy kicsit elidegenedettebb fogalom lehet, nem biztos. Ebben a kontextusban mondom inkább csak így. Tehát, hogy az együttérzési képességét esetleg fejlesztheti, és arra valószínűleg egyébként mindig szükségünk van, járványon kívül is. Balázs, praktikus információk akkor a végére. Mi az első heti adag? Meddig olvassuk el most az első héten a regényt? Igen. Az 53. oldalig szeretném javasolni, hogy elolvassuk a regényt. Látni fogja mindenki, aki kinyitja a könyvet, hogy javarészt 1, 3, 5, 8, 10 oldalas kis mikrorészekből áll össze. Ezek a kis mikrorészek nagyobb egységeket alkotnak, a nagyobb egységek meg még nagyobb egységeket alkotnak. Ez az első 53 oldal, ez egy ilyen még nagyobb egységek, még nagyobb egységének tekinthető. Nem kell tőle azt várni, hogy
koherens legyen. Ez a regény a végére tisztul ki fokozatosan. Fokozatosan derül ki, hogy a különböző történetszálak hogyan függenek össze egymással. Itt ez az első 53 oldal, ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen operai nyitány, amiben nagyon sok különböző történetszál egymással kavarog, felvillan, aztán visszabukik. Ez később sokat fog tisztulni, az egyes szálak majd elkülönülnek egymástól, és világos lesz az is többé-kevésbé, hogy hogyan függenek össze. De már ez alatt az első 53 oldal alatt azt hiszem, hogy nagyon sok erényét megcsillogtatja a szöveg. Tehát például azt, hogy bizonyos ilyen rövidebb 8-10 oldalas egységek olykor önmagukban álló novellákként is megállják szerintem a helyüket. Itt is már van néhány ilyen, illetve van néhány olyan szövegrész, ami talán olyan lesz, mintha semmibe tartana, de aki így is érzi, az nyugodjon meg. Ez egy nagyon tudatosan fölépített regény, amiben előbb-utóbb, 200-300-500 oldallal később minden apró picike részlet elnyeri majd a helyét, vagy jelentéssel fog gazdagodni. Jó, Balázs, nagyon szépen köszönjük. Akkor ez az, amit most tudnunk kell. Találkozunk a jövő hétvégén, szintén vasárnap, és mostantól akkor minden vasárnap találkozunk a nézőkkel is, és haladunk a regényben. Aki most kedvet kapott és szeretné beszerezni a regényt, de járványveszélyhelyzet idején ez nehézségbe ütközik, az egyrészt megteheti, hogy e-book formájában is megvásárolja és letölti a kötetet, illetve szintén van házhoz szállítási lehetőség. Ide belinkeltük a videó alá ezeket az elérhetőségeket. Nem kell megijedni, ez nem valami fizetett marketing tevékenység, mi ezt nem azért tesszük, mert a jelenkor, vagy bárki más visszahozta nekünk bármifajta pénzt ezért, azért tesszük, mert azt gondoljuk, hogy fontos, hogy ezt minél többen most elkezdjük olvasni, vagy hasznos lehet, vagy érdekes lehet. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél többen becsatlakoznátok ebbe a folyamatba, és azt is szeretnénk, hogyha ez egy aktív viszony lenne. Tehát aki most belekezd a kötet olvasásába, az nyugodtan küldjön erről nekünk egy kommentet, levelet, bármilyen formában, osszátok meg velünk az élményeiteket, és megpróbáljuk ezeket is majd valamilyen formában becsatornázni a műsorba. Nem tudjuk, hogy fog majd alakulni ez a műsorfolyam, ez egy teljesen kísérleti dolog, de nem azt akartuk, hogy ajánlunk egy kötetet, aztán magatokra hagyunk, hogy kezdetek-e valamit az élménnyel vagy sem, hanem azt gondoltuk, hogy sokkal intenzívebb, elmélyültebb, és én értelemben hasznosabb az, ha együtt küzdjük át magunkat ezen a regényen, együtt fedezzük fel ezeket az élményeket, és esetleg vannak kérdések, azokat közösen tárgyaljuk ki, illetve közösen beszélünk arról is, hogy ki mivel gazdagodott a regény által. Szóval ez egy ilyen közösségi élmény, amennyire ez közösségi lehet az online térben, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni, de remélem, hogy minél többen velünk tartotok majd ezen az utazáson, és köszönjük Balázs előre is, hogy ebben a szakavatott guide-unk leszel majd. Azt gondolom, hogy ez egy fontos védőháló, ami az esetleg bátortalanabbaknak is bátorítást adhat abba, hogy belekezdjenek ebbe az élménybe. Köszönöm szépen, találkozunk akkor jövő vasárnap. Válasz, végtelen tréfa, lent a linken keresztül beszerezhető a saját példányod, ha még nem rendelkezel vele. Az első 53 oldalt olvasd el ezen a héten, pontosabban a következő héten, és akkor ott folytatjuk majd. Köszi Balázs, minden jót neked! Köszönöm!